Adhatok egy kávét? Szép jó napot, Shelley. Már is indulunk el. Harry, most elárulom az egyik alapelvemet. Minden nap, naponta egyszer ajándékozz meg magad. Ne tervezd el, ne várj rá, legyen az egy meglepetés. Lehet az egy új nyakkendő a sarkjárusnál, kis szundikálás az irodai fotelban, vagy két csésze finom forró fekete kávé. Mint ezek itt. Meglepetés. Mint karácsonykor. Azaz. Ó, egek. Ez valami fenséges. Semmi nem ér fel a csésze igazi kávé. Sziasztok, Horváth Péter vagyok, ez pedig egy külön kiadása a kávétesztes videóban, mégpedig azért is, Zoltán ma jött haza Franciaországból, és az volt a Francia Expresso kávé. Most nem az a lényeg, hogy csak alig lehet látni belőlem valamit, leszámítva innentől a többi részemet, de az a lényeg, hogy kipróbálom, ez egy új francia kapszulás kávé. Ami a legelső. Na lássuk, hogy ez milyen is lesz. Na, szépen berakjuk, bekapcsoljuk. Berakjuk ezt a, ami azt hiszem 2016-ban vett balatonlányi visszajövőbe Bogdán. Te visszajövőben ilyen pohár bögrés poharat, amiben angolul van, hogy visszajövőbe. Ja. Már ez is kezd kopni, de azért arára még jó állapotban van ez a visszajövőbe pohár. Ja, na kész is. Hát mint lehet látni, alig fél benne, úgyhogy így szoktuk ezt megoldani. És rövid kávé lesz. Felmerül bennetek a kérdés, miért rövid, miért nem hosszú? A válasz erre nagyon egyszerű. Azért rövid, mert ott a hosszút választani, ami jobb oldalt van, akkor kevesebb tej van benne. De viszont ha rövidet rakom benne, akkor több lesz a tej, és így több lesz benne a kávé maga is. Azaz, minél rövidebbet választ az ember, és több tejet rak bele, hogy ebben lehet látni, hogy elég kicsi benne a kávé, ha lehet látni, persze. Ha nem, az jó. Hát ha nem látszik itt a kávé, amúgy benne van, akkor az azért jó, mert ha minél több tejet rakunk bele kávéba, akkor, amint ami ebből kijött kávé folyadék, akkor na, most ideig megtöltöm tejjel, és megy felfelé. Lehet látni, megy felfelé. De ha hosszabbat választottam volna, hát akkor most nem enni tej lenne benne, hanem sokkal kevesebb. Mivel a kedvéből, hogy ugye bár a hosszút kértük volna, akkor nyilván kevesebbet tudtuk volna tejbe betenni. Mert akkor nyilvánvalóan kávéból van több, és a tejből kevesebb. Ezért szoktam én mindig rövid kávét kérni. Mert ott, ha rövidet teszem, több tejet tudok beleönteni, és akkor több lesz a kávé. Ha logikus, vagy nem. Na minden, ez az én elméletem. Bárki tudja. Jó, tudom, még hátra van a cukor is, de visszatesszük a tejet, hogy azért mi is állunk itt kint. Ja. Na, itt is van a cukor. Na. Jó, akkor most lesz ez. Ez akkor nem a megszokott. Hiszen már csak egy darabban az még jól lehet valamire. Na, és akkor jöhet a cukor, óvatosan, egy, kettő, három, négy, voilà, és most a legfontosabb dolog, eltek kavarni.
És kőszó is fornál. És a tudor! Már csak egy dolog maradt az értékelés, hogy értékeljük egy francia kávés kapszulát. Amit a francia kapszulás kávénak az íze. Ja, lássuk, figyelem, ez most egy nagyon nagy történelmi esemény. Úgyhogy igen. Basta. Nagyon más az íze. Olyan... Hát nehéz megmondani. Itt egy kicsit olyan hideg lenne. Tehát ez nem olyan, mint ott van az Oreo, hanem Expresso, ez nagyon másabb az íze. Nem azt mondom, hogy teljesen, de van kicsit. Igen, kicsit eltér a megszokottól. Hát igen. Értékeljünk. Na szóval, ez a... Hol van a... Ja, igen, itt van. Szóval ez a Nor Expresso kávé nagyon eltér a Nespresso-tól és az Oreo-tól. Bár az Expresso-s kapszulás, mint lehet ott bent látni. Bár nagyon eltér ettől is a kávétól. Hogy is fogalmazom? Egy kicsit olyan hidegesebb. Tehát nem a tejtől, mert a tejet úgy, hogy használtam az Oreo-ban, Nespresso-ban, és nagyon eltért ettől a Lore Espresso-tól. Tehát egyszerűen kicsit másabb. Mint ez, meg ez, ha tabot csinálnak kávét. Hogy is fogalmazom? Finomabban, kicsit hidegebb. Tehát ennyit tudok hozzáfűzni. Tehát mint a kicsit úgy hideg. Tehát nem azt mondom, jéghideg meg lehet falni tőle. Nem, nincs is erről szó, hanem csak röviden arról van szó, hogy mint a ennyire kicsit hideg lenne benne a kávénak a folyadéka. De ez csak ennyi. Tehát nem azt mondom, melegebb, vagy hidegebb, vagy értitek, olyan extra nagy íze lenne, hanem mint egy kicsit hideg lenne. Minden esetre a hőség ellen nagyon jó volt ez a francia Low Espresso KB. Úgyhogy ja, hát az erre tökéletesen jó. Nem tudom miért ilyen hideg. Vagy véletlenül csináltak így, vagy pedig direkt. Tudja a fene. Mindegy. Hát ide nincs se írva, se angolul sem, se magyarul sem, hogy mi az oka. És magyarul, hát nem is várhattam sokat. Ha egyszer ez franciás, de legalább angolul lett volna ideírva, de még az sincsen ideírva. Tudja? Na mindegy. Na, hát ennyit tudtam kiértékelni a Lore Espresso-s kávéról. Tudja? Igen. Na, hát akkor ez lett volna az újabb kávétesztes videóm. Ha tetszett, lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel rám. Én Horváth Péter voltam. Sziasztok!